Az atlétikai centrum kondicionáló termében dolgoznak az A-Studio Futsal Nyíregyháza játékosai. Ilyenkor a felkészülés kezdetén az erőgyűjtésen van a hangsúly, és erre tökéletesen alkalmas a Tiszavasvári úti létesítmény. A legutóbbi szezonban az NB1 8. helyén végző csapat játékos kerete átalakult, 2 kapus és 11 mezőnyjátékos készül az új idényre. 5 új játékost igazoltunk, illetve ugyanennyien is mentek el a csapattól. Ezekről úgy nagyjából nem szeretnék, hogy ki miért ment el, így alakult, viszont az új játékosok szerintem sikerült minőségi játékosokat igazolnunk, válogatottakat is sikerült ide csábítani Nyíregyházára. Úgy látszik, hogy azért az első szezon megtette a hatását, hiszen ide tudtunk tényleg csábítani nagyon jó játékosokat. Nagyon bízom benne, hogy hamar sikerül a beilleszkedésük, mert a bajnoki rajt az hamarosan itt van. Dávid Ricsit és az öreg Laki Norbertet igazoltuk, ők nagyon sokszoros magyar válogatott futsaljátékosok. A Kovács Ádámot sikerült még egy U19-es feltörekvő fiatal tehetséget, ő is Kecskeméten játszott utána az MFA-ba. A Ricsi és a Norbi, ők Kecskemétről jöttek. A másik brazil srác, Gregory, ő is rendkívül jó bajnokságban játszott kint Brazíliába. Ő még az újoncunk, illetve egy kapusposztra sikerült a Sanyit ide csábítanunk, és ő lett az utolsó érkezőnk. A vezetőedző reményei szerint előrébb lépnek majd a tabellán, és a játékosok is ennek szellemében készülnek. Nagyon elégedett vagyok, meglepően elégedett vagyok. Nem szoktam dicsérni a játékosokat, de nagyon keményen beleálltak a munkába, és nem ez a hivatalos első hetünk, de már volt egy úgynevezett nulladik hét, ahol egyéni program alapján készültek a játékosok, és mindenki 100%-osan vetette bele magát a munkába. Kemény edzések vannak ezen a héten, jövő héten is még, és utána pedig áttérünk a labdás edzésekre napi 2-vel, és utána várjuk a bajnoki rajtot. Nagyon bízom benne, hogy egy 5., 6., 7. helyen oda tudunk érni, és akkor egy felsőházat meg tudunk célozni. Ez az első kör után már ki fog rajzolódni, az első 11 meccs után, hogy hol is van a helyünk a bajnokságban. Hát bízom, hogy egy picit tudunk lépkedni felfele, és akkor mindenki boldog lesz. A nyíregyházi futszálosok a Deaccal és egy még nem ismert ellenféllel játszanak felkészülési meccset, majd a szlovák bajnoki második Kassa ellen tartják a főpróbát. Az NB1 sorsolása hétfőn lesz, Lovas Norbert csapata az ellenféltől függően augusztus 11-én vagy 14-én lép először bajnoki pontokért pályára.